Jó napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket! A könyvtárlat 7. évadjának extra rendezvényén, amely az Illusztris Kezeink címet kapta, és a mai alkalommal egy kerekasztal beszélgetésre invitáltuk Önöket, és köszönjük, hogy jelen vannak ezen a nyárias őszkezdő délutánon. A magyar, a magyar gyerekkönyv illusztrációjáról fogunk beszélgetni, illetve itt van vendégünk, a Gócsíris is, aki pedig online kivetítve, vagy hát kivetítőn fog nekünk akvarellezni. Erre majd egy kicsit később visszatérek. Illetve a kerekasztal beszélgetés résztvevőit is hamarosan be fogom mutatni. A Beszélgetés végén, a rendezvény végén pedig megtekinthetik a mini tárlatunkat ott hátul, aki még nem nézte volna meg, illetve biztosítottuk önöknek a kényelmet, tehát utána nyugodtan szét lehet szedni a tárlatot, és meg lehet nézni a, a könyveket. Azért tettük ki, hogy bele tudjanak kedvükre lapozgatni. És már most szeretném megragadni az alkalmat, amit majd a végén is el fogok mondani, hogy két hét múlva újabb könyvtárlatra várjuk Önöket. Akkor pedig Gotár Péter részleg című filmjéből fognak láthatni kisebb részleteket, és itt lesz velünk a, a filmadaptáció mestere, vagy forrása, Bodor Ádám is, aki Sinisztra körzet című akinek a Sinistra Körzet című művéből készült Gotár Péter filmje. Ők hárman fognak beszélgetni, a rendező, az író és az esztéta. Úgyhogy szeretettel várjuk Önöket két hét múlva is. Most pedig, miután minden praktikus információt elmondtam, tehát Agócs Iris mutatványa és produkciója fog kezdődni pillanatokon belül, abban maradtunk Iriszel, hogy választottunk verset, illetve hát ebben én próbáltam nyomást gyakorolni rá, és kisudit Ágnes Szörnyös Szomszéd című versét választotta a Iris a felajánlott kettőből. Felolvasom ezt a verset. Szükmarku voltam vele, igen, egy kicsit, kicsit nem engedtem őt. Igen. Nem sok teret adtam neki, de most a rajzolás, az az ő, ő, szaba, ő kap szabad kezetebe. Tehát Kis Judit Ágnes szörny szomszéd. Nézzük. Szörny van a szomszéd szobában, minden éjjel hallom, ahogy hördül, ahogy mordul, kaparász az ajtón. is szerint nem szörny az, csak böbenéni horkol, ő nappal is mindig morcos, mindenért letorkol. Nagy csak azért mondja nekem, hogy ne féljek, de titokban ő is retteg, úgy indul az ének. Minden villanyt leolt, nem mer pisilni se menni, hadd higgye a szörnyetek, hogy nincs is itthon senki. Böbenéni a szörny anyja, babusgatja lágyan, amíg a szörny lassan hízik a szomszéd szobában. Tehát ez a feladat, erre a versre kell a Gocsi Irisnek megikletődnie, illetve hát már valamennyire megikletődött, és nézzük, hogy mit fog ebből nekünk létrehozni, és ott most békén is hagyjuk körülbelül a beszélgetés idejére, hogy hagy mélyen gyen el a munkájába, én pedig akkor folytatnám a beszélgetés részével az estet. Nos hát, akkor moderátor szerepe vetve magam, bemutatom beszélgető társaink, Szekeres Nikoletta, a Habi vezetőségi tagja, majd Niki elmondja pontosan, mi a Habi. Bemutatom Varga Emő főiskolai tanárt, aki az illusztrációnak igen éles szakértője, és bemutatom Dániel Andrást, aki pedig maga illusztrátor és több könyvnek szerzője és illusztrátora egyben, tehát szerzője, alkotója. Köszöntelek titeket itt nálunk, és akkor azt gondolom, hogy vágjunk bele, hogyha nincs ezzel ellen kifogásotok. Ugye úgy vezetném föl most a kérdésünket, hogy a az első kérdésemet, hogy hát tudjuk, hogy ma már a gyerekkönyvnek, az a gyerekkönyv létrejötte és megjelenése nem függetleníthető most már a könyvkiadástól, a brandépítéstől, a üzleti és marketinges tevékenységtől. Tehát egyrészt a, a gyerekkönyv helyzetét, az érinti az üzlet, a gazdasági kérdések, de ugyanakkor bedobnék még két szempontot. Azt gondolom, hogy vannak itt társadalmi és szociológiai szempontok. Kiolvas, mit olvas, mit vásárolunk meg a gyereknek, hogyan fogadjuk ezt be. És ugye ez nem is egy egyszerű kérdés ebben az extrán mediatizált térben, illetve harmad részt van egy alkotói-művészi szempontja a gyerekkönyvi illusztrációnak, tehát hogy itt alkotókról van szó, akik grafikusok, festők, és, és tulajdonképpen alkotásokat hoznak létre. Tehát már így eléggé bonyolult a helyzet. Ha még hozzávesszük azt, hogy az illusztráció az ugye szöveg és képnek az együttműködését jelenti vagy mutatja, és ennek a kettőnek, a szövegnek és a képnek egymással párbeszédbe kell lennie, hatni kell egymással valamilyen módon. Onnan indulnék, hogy a rendszerváltás után, ugye a vadkapitalizmusban úgy tűnik, hogy egy kicsit elszabadultak a, a, a lovak, és, és minden megjelenhetett, ami a rendszerváltás előtt tiltva volt, vagy nem annyira volt jelen a magyar könyvpiacon, tehát egy ilyen nagyon erős üzleti nyomás és egy üzleti, erőte, erőteljes üzleti tevékenység kezdődött. Ez jelentette a régi könyvek, régi gyerekkönyveknek a kiadását, de jelentett rengeteg másfajta kiadványt is. Tulajdonképpen káosz volt és dömping, és hát a színvonal az nagyon-nagyon változó volt, sőt megfogalmazottak olyan vélemények is, hogy ezek nagyon igénytelen, sőt gicses művek. Az lenne az első kérdésem, hogy szerintetek elmozdult-e a magyar gyerekkönyv erről a rendszerváltás utáni állapotból, javult-e a helyzet, vagy rosszabbodott, vagy ti mit gondoltok erről a dologról? Javult mindenképpen a rendszerváltás után ilyen furcsa helyzet volt a gyerekkönyvkiadásban azt hiszem egyrészt volt ha jól emlékszem volt a Móra kiadó a, ugye addig ugye, a monopól helyzetben lévő gyerekkönyvkiadó az, az változatlanul működött és megjelent hirtelen a semmiből rengeteg kicsi ilyen garázs kiadó, vagy nem tudom, ilyen, ilyen fura kiadók, akik lévén fura kiadók voltak, fura könyveket adtak ki. Mondtad, hogy gicses. Hát igen, elég sok, hát elég, elég érdekes könyv jelent meg akkoriban, és valóban sokan a szívükhöz kaptak, hogy úristen mi lesz ebből, mert hát nagyon, nagyon, sok olyan könyv jelent meg, amely nem igazán, tehát esztétikai szempontból mondjuk hagyott kívánni valókat maga után, és akkor egy darabig nem látszott, hogy ebből, ebből mi lesz. Minden esetre volt egy időszak, amikor eléggé ijesztőképet mutatott a gyerekkönyvkiadás. kiadás. Nekem erről csak eszembe jutott egy ilyen vicces élmény, ami apró elkagyarodás, hogy a... Uh, héten szereztem egy ilyen poptarisznya lemezt, hogyha mond valakinek valamit. Ez az ne érjük, is, hogy... most újra van azt hiszem poptarisz. Na hát ennek igazán hallottam. örülök, akkor valami ismétlődés mégiscsak történik. Ezek szerint felmérhetjük, hogy hol tartunk és milyen ciklikusságban utazunk. Uh, amiben ugye a külföldi slágereket magyarul énekelték el, mert nem jöhettek be ezek magyarul. És akkor én egy kicsit úgy érzem, hogy ez ami történt ott a rendszerváltásnál, annak nyilván egy ilyen, um, tehát abszolút szelekció nélküli beáramlása történt egy, egy csomó külföldi terméknek, és ezek a garázskiadók, igen, meg ezek a furcsa ilyen monopólium helyzetek, és a, a, a Mórának egy ilyen egyeduralkodó viszonya jellemezte azokat az éveket. Csak ebben az az izgalmas, hogy azért a Móra mégiscsak illusztráció és helyzet, monopol helyzetéből adódóan azért egy elég jó tradíciót hozott magával, ugye kalsvűr, szerébe, tehát ezek mind náluk voltak a jogok is, és erre a hát nem tudom azért ez, ez egy legalább 8-10 év lehetett nem körülbelül, ez, a, ez az ilyen furcsa kaotikus helyzet, erre jelentkeztek aztán a másik típusú garázs kiadók, vagy underground kiadók, akik meg szerintem azt, azt konkrétan tudjuk is, hogy a pagony például azért alkult meg, hogy ne olyan ronda és ö, nem minőségi könyveket kelljen ö, a gyerekük a saját gyerekeik kezébe adni. Tehát ez egy, ez egy izgalmas helyzet szerintem, hogy a gazdasági történésekre ö, intellektuális reakció érkezett mondjuk piaci reakció, de intellektualizált piaci reakció. sok mindent kérdezte ebbe a, ebből, ebből, akkor most próbálok azon a vonalon haladni én is, ahogy az előttem szólok, tehát a könyvkiadók a rendszerváltozás után mindenképpen a számuk megnőtt, megszaporodott, és az általuk előállított, létrehozott könyveknek a száma és félesége is. Hirtelen volt az ugrás, hogyha az adatokat pontosan nem is fogom tudni mondani, de a Központi Statisztikai Hivatalnak az adattárából, adatbázisából bázisából ezek megnézhetők, hogy a rendszerváltozás után ilyen 500-800 körül mozgott néhány éven keresztül a könyvek címének a száma, Bente a címekszámaimet kiadtak. A példány számok viszont egyre csökkentek. Ez a tendencia most is tart. Tehát a számok félesége nő, címek száma nő, és a, a példány szám pedig egyre csökken. Most ö, megjegyeztem ezt a számot, 1623 féle cím jelent meg 2017-ben. Tehát egy folyamatos emelkedés van, és a gyermekkönyvkiadásnak a részesedése a könyvpiacból jelenleg 30 körül tart, alig egy picikével kevesebb. Tehát ilyen erőteljes fölfutás van. De most az az időszak, ami a váltás után, a rendszerváltozás után történik, az én azt gondolom egy eléggé revolúciós szakasz volt. Tehát egy, egy, egy forradalmi, egy robbanó időszak, amely magával hozta azt, hogy a minőségi könyvek keresték magunknak az utat, keresték a kiadókat, keresték a szerzők a kiadókat, és ebben párhuzamosan ott volt akkor most, ha ezt a csúnya kifejezést használhatom, a salak is. Tehát olyasmi is megjelent, ami viszont szintén egyfajta útkeresése a piacnak, vagy a könyvkiadóknak is, egyáltalán mire fogadó a befogadó, tehát a közönség mit igényel, mihoz több profitot, és ezek a jelenségek, az elvárások a kiadóktól, a szerzőktől, és a közönségtől, ez nyilván egy, egy folyamatot, indított be egy önkeresztő folyamatot. Most ez mára azt hiszem, hogy sokat tisztult, tehát azoknak a könyveknek a száma, amelyek a kommerszet vagy a gicset mutatják fel elsősorban, természetesen nem csak a képekre, hanem az irodalmi vonatkozásokra is utalok ezzel, hiszen mind a szöveg, mind a kép tekintetében megvolt ez a kettő hasadság az elejétől fogva. Szóval ez a helyzet mindenképpen javuló tendenciát mutat most, és a, ha, ha műfajokban kellene megjelölnöm azt, hogy hol érzem még mindig leginkább a, a, a nívelalattiságot, vagy darabszámra talán a többet, bár ez nem pontos statisztika lesz akkor úgy vélem, hogy a lapozók és a leporellók vonatkozásában van még mindig inkább ez a tendencia jelen, vagy legalábbis a könyvesboltokban felelhető néhány éve forgalomban levő könyvekben, és mondjuk az ifjúsági könyvkiadók, vagy a ifjúsági regények borítóinál gyakran felfedezni olyan, olyan vizualitást, ami, amit kívánni hagy maga után. Tehát itt a változásban, műfaj, korosztályosság tekintetében van változás. Igen, tehát itt ketten is azt fogalmaztatok meg, így eléggé határozottan, hogy, hogy javult, meg, meg erős a változás, hogy mondjuk esztétikai vagy művészi szempontból. Miben látjátok, hogy mi, miben van javulás, vagy miben történt változás, illetve hogy játszott bele az a beniki, amit mondtál, hogy elkezdtek ezek a kis kiadók és felépítettek tulajdonképpen egy ilyen értelmiségi vagy intellektuális reakcióként működni. Tehát hogy sikerült nekik mégis valahogy teret és piacot hódítani ezzel az egész folyamattal, vagy... Tudom, hogy ez nehéz kérdés, de talán az, hogy, hogy, mi, hogy, hogy mondtátok, hogy javulás, de miben látjátok, tehát, hogy próbáljuk valahogy körbejárni akár ilyen esztétikai fogalmakkal is, hogy, hogy a gicshez képest, meg inkább nem kérdezzek többet, ez bőven elég akkor ö, ö, kezdjük a szöveggel. Tehát hogy egy illusztráció, legalábbis a műfaj kialakulásától fogva, egy olyan grafikai műfaj, amely szövegfüggő. Vannak természetesen speciális helyzetek, de alapvetően a kép azért jött létre, hogy a szöveget szolgálja, vagy legalábbis valamiféleképpen kiterjessze azt. Tehát ha a szöveget, mint a, a primeritás nyelt helyzetben levő médiumot nézzük, tehát amiből kiindulunk, annak tekintetében ez az esztétikai változás leírható tematikai téren, leírható többféle poétikai, esztétikai vonatkozásban. Néhány ö, konkrétumot. Tehát például a ö, Maradok akkor a leporelló műfajánál a kicsiknek szóló versek ugye általában első olvasásra, első rátekintésre egyszerűek és azt mondjuk, hogy ha valami kevésbé tartunk érdekesnek, akkor könnyen elintézik avval, hogy hát ez persze nagyon egyszerű, tehát most ezzel nincsen nagyon mit dolgoznunk, bibelődnünk kritikusnak sem. Ám akkor, hogyha egy részletesebb analízis alá vonjuk a szöveget, akkor kiderülhet, hogy ez a látszólagos egyszerűség, ez olyan eszköztár használatának a rossz értelmezése, vagy hibás értelmezése, aminek következtében lesz unalmas az a szöveg. Például perspektíva, nézőpont használat. Nagyon gyakori, akkor egy, egy vonalon mennék csak tovább, hiszen ez irodalom elméletileg nagyon összetett kérdéseket vet föl. A 19. században a versekben a felnőtt és a gyerek viszonya rajzolódott meg alapvetően. A felnőtt ö, gügyögő volt, vagy legalábbis ö, időnként dorgáló viszonya gyerekhez képest, tehát a lérai alany, az én, a gyerek, akinek a szerepébe képzelette magát, az a felnőtt viszonylatában létezett. Most elkezdődött az a magyar irodalomban is, hogy már korábban persze, mint a rendszerváltozás, de akkor megerősödik az a tendencia, hogy az én, a gyermek, az alany ebből a felnőttel való viszonyból kiszabadul, tényleg hősévé válik a versnek. A gics költeményeknek a gics verseknél, a leporáló verseknél tapasztalható volt, hogy ez a régi paradigma, vagy ez a régi szemlélet, didaktikus szemléletrendszer például tovább élt. Vagy rossz egy könyvben, és mára úgy tűnik, hogy ennek is sokkal több jó megoldása van, vagyis felülíródik a régi rossz, hogy amikor elkezd egy versben beszélő ö, valamilyen perspektívát kirajzolni, akkor az a perspektíva következetesen meg tud maradni a szövegvilágban. A gyerek, aki számára egy mese vagy egy vers azért fontos, hogy általa át tudjon élni valamit, vagy bele tudja élni magát, Kell az azonosulási helyzet, azonosulási pozíció. Hogyha ezt nem kapja meg, és ez zavaros, mert nem tudja, hogy ki beszél, nem tudja, hogy aki beszél, az-e az, aki lát. Tehát ezek a perspektívák, amit a narratológia szépen kidolgoz és hálóba foglal, tehát ezek zavarosak, akkor nem tudjuk, ugyan, mitől rossz az a vers, de valamitől érdektelenné válik, vagy a gyermek is megzavarodik tőle. Tehát arra gondoltam, hogy ilyen összetett politikai kérdések, és hát sok minden más van emellett. E tekintetben én úgy látom, hogy sokkal kevesebb a, a gyengébb minőségű vers, és, és, hát örvendetes akár a svéd verseknek a megjelenése, a nyakadaptációja. Örvendetes az, hogy nem csak a négyütemű verselés, vagy magyaros verselés van jelen a, a, szövegvilágokban, tehát ez a, a szöveg tekintetében egy összetett, de jó irányba haladó valami. Még visszautalnék, én is megpróbálok a hosszú kérdésre válaszolni, a második hosszú kérdésre, hogy ez a hiány, amire utaltam, ami megjelent a kiadók vagy kiadó alapítóknál. Ö, azt gondolom, hogy hogy ez nagyon fontos, hogy egyrészt igen, a, a, a szöveg szinten, irodalmi szinten is megjelent egy nézőpontváltás, és akkor ugye ehhez kellett az illusztrációkat megtalálni, vagy egyáltalán azt a gondolkodást felvenni, hogy a szöveg és kép nem egy alárendelő viszonyt, alakít ki egymással, hanem ez egy mellérendelő viszony. És talán ez az, ami, ami ugye megvolt mondjuk az 50-es, 60-as években, lehet tudni, szépen most nem fogom itt a gyerek történetét felsorolni, ezt rémvészem, és ez sokkal jobban megteszi, nálam hoztam egy tanulmányt és egy kicsi idézetet Agó Csírisz miatt, amit majd mindjárt felolvasok. De, de ő ezt nagyon jól leírja ebben a kézifékes fordulás is túl című kötetben. És bizony, az a, az a 10-15 év, ami ez a rendszerváltás körüli időszak, ott ugye ez, ez látszott megborulni, hogy van egy csodálatos tradíció, kréber, stb. Ö, eszméletlen jó páros együttműködések, akár ugye szerzőpárosok, Janikowski, Réber, stb. stb. És akkor Egyrészt nem történik meg ezeknek az úgynevezett klasszikus irodalomnak az újra illusztrálása, vizuális újraértelmezése, aminek muszáj megtörténnie, mert a generációk viszont változnak, illetve, ahogy mondtad, medializált ö, körülményekben egyszerűen muszáj a, 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 az új ö, vizuális ingereket ö, egyszerűen beleiktatni valahogyan a könyvekbe is, vagy az irodalommal valamilyen ö, ö, kapcsolatba léptetni. És az is egy érdekes dolog, ami emellé szerintem még igényként megjelent, hogy a külfölddel való kapcsolódás az úgynevezett gyerekvilágirodalommal sokkal erősebb lett. Tehát amikor a Kovács Eszlerék kezdték a Pagonyt, vagy a, vagy a, Csányi Doráék, a Csimotát, ők bizony nagyon erősen kitekintettek a külföldre. Tehát nem csak azt nézték meg, hogy nekünk milyen hagyományaink vannak, hanem mit lehetne. És... Uh amikor ők elmentek az első, első elmentek a bolonyai könyvására először, akkor olyan élményekkel tértek haza, hogy tudták, hogy mi az, ami nincs itthon, és hogy mit szeretnének. És nyilvánvaló volt, hogy nem képezhetjük le a Rebecca Dothrémi csodálatos gyerekkönyveit, vagy a Sontán könyveket, de, de mondjuk valami, valami, hasonlóan izgalmas szövegéskép egységét, illetve könyvtárgyakat kellene az emberek kezébe adni, illetve a gyerekek kezébe adni. Na, a Niki három lőendő kérdésemet is ki, kilönt. András, te miben látod azt, hogy, hogy ez a javulás megjelent, vagy, vagy mire mondtad azt, hogy szerinted sokkal jobb a helyzet, mint a, a rendszerváltás környékén. Hát ennek kapcsán, amit Niki most elmondott, megjelent egy, egy új generáció, grafikus generáció. Egy nagyon erős generáció. Többségében akkoriban diplomázott grafikusokból állt ez a generáció, akik, akik most már ugye a, a 40-es, tehát a közép generációt képezik. És... Itt annyira új hanggal jelentek meg, és annyira markáns munkákat tettek le az asztalra, hogy, hogy nagyon gyorsan átrajzolták a magyar, szó szerint a, a magyar gyerekirodalom képét, és, és ez olyan lendületet adott ennek, és olyan sikeres könyvek születtek az ő közreműködésükkel, hogy, hogy azóta ez, ez, ez a folyamat megállíthatatlan. Tehát... Úgy, nagyon, nagyon sok érdekes dolgot vetettetek föl, mert amit a Niki mond, ez nyilván egy ilyen feltérképezése a külföldi gyerekpiacnak, tehát hogy megjelenik az, hogy mire, lenne itt igény, vagy mit kellene meghonosítani. Te pedig azt mondod, hogy, hogy hát felnőtt egy új graf, grafikus generáció, vagy megjelent, hogy szerintetek ki, hogy mondjam, melyik tényező volt a motorja ennek a piacnak? Tehát inkább a kiadók, inkább a grafikusok, inkább a szöveg felől, tehát hogy, hogy, hogy és ez hogy van most, ki irányít? Vagy, vagy milyen, milyen példákat tudunk erre, vagy, vagy láttok-e ezekben problémát, anomáliát? Most már akkor koncentrálhatunk talán a jelen, jelenre. Tehát, hogy akkor rendben van valahogy itten, kibontakozott egy, egy jófajta illusztrátor generáció, sikeres könyvtermékek, alkotások, de ugye azóta a piac bár konszolidáltabb lett látszólag, de, de azt gondolom, hogy a háttérben talán mégsem. És hogy szerintetek ki irányítja, ki vezérli most a folyamatokat? Hát, nyilván a kiadók vezérlik a folyamatokat. És hát igazából a, a piac, tehát a, a, a közönség. tehát a, Úgy gondolom, hogy a, a kiadók működését nagyban befolyásolja az, hogy ők a piacra dolgoznak és eladható könyveket akarnak készíteni. Nem tudom, ki mondta, hogy, hogy Niki mondta, azt hiszem, hogy hát könyvtárgyakat szerettek volna, külföldön már már látott, meg, meg, meg sikeres könyvfajtákat, képes könyvfajtákat akartak meghonosítani itthon, ami így van, és nyilván, hogy ez azóta sem változott, de hogy ezt hogyan teszik, azért az, az nagyban függ attól, hogy milyennek látják a piacot, milyen, milyen kiadói tapasztalatok alakult ki ebben az elmúlt 15 évben. Mert nyilván a magyar vásárlók nem pont olyan ízléssel rendelkeznek, nem olyanok a vásárlási szokásaik, mint a német könyvvásárlóknak, vagy a, vagy a skandináv, vagy francia. És nem lenne ugyanúgy eladható a gics? Vagy a gyenge silány minőség? Tehát mert azt is mondtad, hogy hát a kiadók irányítanak egyfelől, másfelől meg, hogy a közönség is formája. Tehát hogy, hogy, hogy miért, miért, mozdultunk el mégiscsak úgy arányaiban ettől a igénytelenségtől. Tehát a kiadó nem tudná már eladnia, a, a gyengébb Le, lehet, minőség? Lehet, hogy el tudná adni, de azért bocs, ö, azért a, már imént emlegetett Móra kiadó, ö, amely ugye a legyed gyerekkönyv kiadó volt, vagy majdnem Magyarországon korábban, azért ö, magasra tette a mert tehát ők, ők, rengeteg könyvet adtak ki hosszú évtizedeken keresztül, és ahogy Niki mondta, nagyon komoly kvalitású grafikusok dolgoztak évtizedeken keresztül a kiadónak, Vilcádám, Rejk Károly, sorolhatnánk. Sőt, nem csak par excellence gyerekkönyv hanem, hanem olyan képzőművészek, akár európai színvonalú képzőművészek, akik, akik a kor sajátos politikai helyzeténél fogva belekényszerültek a, a gyerekkönyv illusztrálásba, tehát Bálintendre és hasonlók illusztráltak. Könyveket Magyarországon, és hát nyilván ez azért a közönségre hatással volt, hát e, erre lettek szoktatva. Tehát nem volt reménytelen az. Nem a helyzet. volt reménytelen, igen, igen. És hát akik ezeket a kiadókat a pagonokat csimont, a többit csinálták, ők nyilván egy megfelelő ízléssel rendelkező társaság voltak, és vannak, ők úgy gondolták, tehát nekik volt egy elképzelésük arról, hogy ők milyen könyveket szeretnének látni, és azért ez láthatólag, és ez gyorsan kiderült, azért találkozott a, a közönség ízlésével. Ami nem jelenti azt, hogy hogy azért a gicset ne lehetne azért eladni, de de azért szerencsére van egy masszív vásárló réteg, aki, aki inkább a, a színvonalas könyvekre nyitott. Fogjék, hogy... Igen, szerintem itt a masszív vásárló rétegben van a kulcs, mert én azt gondolom, hogy ugyanúgy van gics, és ugyanolyan nagy felveselő piaca van a gicsnek. Tehát ne, nehogy azt higgyük, ne legyenek ilyen ábrányjaink afelől, hogy, hogy nem működik ugyanúgy. Majd nem tudom, mert majd fog valamit mondani, mert, mert egyszer már voltunk együtt egy beszélgetésen, és zseniális dolgot mesélt a kutatásaikról, ami a gícshez kapcsolódik, úgyhogy ezt nem lövöm el, hát ha elmeséli. De szóval csak azt gondolom, hogy, 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 hogy ezek a kiadók, ami, a, akik ő, tulajdonképpen elindították ezt az úgynevezett revolúciót, akkor ezt a, ezt a szót még egyszer felhasználni egy kicsit más kontextusban. Egyrészt nagyon bátrak voltak, nagyon vagányak, nagyon merészek, mert nem volt arra garancia, hogy, hogy, hogy ez egy sikeres dolog lesz. Reménykedni lehetett abban, igen, hogy van egy ilyen masszíves előréteg, de azért szerintem ez hosszas kínódás volt, illetve járt kompromisszumokat, Tehát azért pont a Pagony ö, rengeteg kritikát kapott, hogy na, akkor ő most nem fogom huszadszor és felemlegetni azt a szerzőt, akit úgyis mindenki tud, hogy miért adják ki. De egyébként többek között azért adták ki, hogy ki tudják, tehát hogy ez egy igenis piaci jelenlétet és biztonságot adott neki gonosz módon, de így van. Másrészt azért azt is el kell ismerni, hogy abba a rettenet gícsbe, amibe mondjuk ö, ö, érkeztek ezek a kevésbé artisztikus pagonyszerzők, vagy egyéb kiadó szerzők, azért mégiscsak jobbak voltak, mint, mint az akkor felelhető ö, ilyen utánzat illusztrációk. Igen, azt hiszem az emőkének szegezzük a kérdést, hogy, hogy miért káros a gics, vagy miért, miért annyira rossz, ezeket befogadni. Ez kicsit provokatív a kérdés, de tudom, hogy te foglalkoztál ezzel, és biztos vannak rá nagyon jó, jó válaszaid. Gön, hát arról, hogy a gics az micsoda, lehet nagyon jó tanulmányokat, megközelítéseket olvasni. Rövid, hosszú meghatározásokat, definíciókat, micsoda is ez. Tehát a, a legegyszerűbb talán Arnold hauser hogy tulajdonképpen az élethazugságoknak a leképezése a gics. Tehát, hogyha kommerszen vagy gicsen nevelkedik valaki, akkor elsőre úgy gondoljuk, hogy annyira mindegy is, hogy egy kisgyerek mivel találkozik, majd kinövi. De hát ez nem így van, hiszen a szemléletrendszerét, a kognícióit, a látásmódját, mindent már egészen pici kortól fogva befolyásol az, hogy mivel találkozik. Tehát a gics egyáltalán nem ártatlan dolog. Nem, mondom, mondom, én vélem így én, tehát nem csak én, hanem akik evel foglalkoznak, egyáltalán nem ártatlan dolog. Előkészíthet olyan folyamatokat a látásmódban a szemléletrendszerben, amit aztán később nehéz lesz helyre tenni. Tehát ha egy gyerek rossz versen nevelkedik, akkor azt fogja mondani, vagy rossz meséket hall, akkor azt fogja mondani, hogy ő azt szereti, mert avval van kapcsolata. Lehetséges, hogy nem a szöveg tetszett neki, hanem az, és elvel kapcsolatosan kevés kutatás van, hogy hogyan szállazuk szét a dolgokat. Tehát lehetséges, azt tetszett neki, hogy az édesanyja akkor ő vele abban a mesélő intim viszonyban volt, és megkapta azt a szöveget, megkapta azt a történetet, amire most erre vágyott, vagy arra teljesen mindegy, a kapcsolatot magát kapta meg. És sokszor a szülőket félrevezeti az, hogyha bármilyen rissz-rossz történetet mondanak, akkor a gyerek azt szereti. Ha arra van kondicionálva, és a pedagógiának ez egy alaptétele, hogy egy, a nevelésben mindig egy kicsit gondolatok fölé kell stimulálnunk. Tehát mindig egy picit fölfelé kell húzni a gyereket ahhoz, hogy haladjon előre, és bővüljön az, az ismeret a világról. Ugyanazokat a történeteket adjuk, amelyeket ő hétköznap átél, és ezeket csak kizárólag elsődleges nyelvi kóddal közvetít a történet, akkor abból ő ugyan semmit nem fog tanulni. És hogyha történeteket adunk neki mese helyett, holott a mese a szimbólumrendszerével, a katartikus szerkesztésmódjával és oly sok minden mással el tudja emelni őt a valós világtól, és pluszot ad neki. Tehát ha ehelyett hétköznapi történetet kap, olyat, amit bárki bármikor létrehozhat, de mert egy kiadói építés kapcsán az alkotótól elfogadjuk azt a történetet is, és ha az ő nevével van jelezve, akkor már akkor jó, és akkor azt olvasjuk a gyereknek. Tehát ezek igenis káros dolgok. Kép tekintetében. Képnél pedig talán Niki erre utalt, amiről egyszer beszéltünk, egy, a Szegedi Egyetemen van egy kutatócsoport, amely foglalkozik képeskönyveknek a vizsgálatával, és abban megfigyeltük azt, hogy olyan kortás illusztrációk, amelyekről azt gondoljuk, hogy összetettek és jók és olyanok mellette, amelyekről azt gondoljuk, hogy kommerszek és gicsesek felnőtt szemmel, vagy mondjuk szakértői szemmel megvizsgálva, hogyan hatnak a gyerekre, és milyen eredményeket produkál egy kisgyerek ennek vagy annak a megtekintésekor. És hát nagyon egyértelmű volt a helyzet. Az egyik szempontunk az volt, most ezt említenem itt föl, amikor a képek megtekintése utáni nyelvhasználati módot vizsgáltuk, és az derült ki, hogy a szófajok tekintetében, a téri viszony kifejezésében, a határ határozó ragos szavak és a névutós szavak tekintetében abszolút elbillent a mérleg, és sokkal gyengébb volt a produkció akkor, amikor egy képet nézettünk meg velük, és akkor, amikor egy összetettet. A Converse képre először rámondták azt, hogy jaj, de jó, és erre, erre reflektáltak először, és hú, a másikat először kicsit húzkodták a szemöldöküket, és nem is volt annyira kedvük bele menni abba a képi világba, ám utána pontosan fordított volt az eredmény, tehát a Converse már nem is foglalkoztak, és egy határozóragos szóval elintézték, hogy ott mit láttak. A másik pedig megnyitotta őket, és jöttek a névutorszavak, és az egyéb olyan nyelvőszetettségek, tehát egy nagyon egyszerű kísérlettel, egy egyszerű fölméréssel szintén azt gondolom igazolható ez a hatás, és aztán a hosszú távú pedig egyértelmű, hogy ez apránként összetevődik, és a különbségek ki fognak rajzolódni, vagy megrajzolódnak. Ugye, ha jól értem ezt a, a kutatást, akkor a túl sokat, túl kidolgozott, az nem ad teret a gyereknek arra, hogy a résseket, a hiányokat kitöltse, és gondolkozzon, és ő maga építse meg szöveg és képnek a, a viszonyát, mm. hanem tulajdonképpen kap valamit, ami lehet, hogy látszólag könnyen érthető, de könnyen mm. el is intézhető pont ezért. Igen, most a kidolgozottság önmagában nem biztos, hogy ezt az esztétikai ő, választóvonalat létrehozza. Ezeknél a, a kombersz képeknél inkább, amit én kiemelnék, azon túl, hogy igazad van, sokkal több a, az apró tárgyi elem olyasmi, ami nem éleszkedik a szövegvilághoz, hanem öncélúan ott van a képen, mert az adott alkotó szereti fémjelezni magát a Katica bogárral, vagy nem tudom mivel, és akkor az mindig ott van hanem inkább az, hogy a, a mondjuk a szcenikus viszonyoknak, ugye ezt így, így hívják a képelméletben, hogy az egyes figurák, egymáshoz képest milyen viszonyban vannak, hogyan fordulnak egymás felé, milyen a térjelhelyezésük, vagy a szimulált téren, nyilván a síklapon, az elhelyezkedésük, mennyire vannak takarásban, háttal vannak-e, profilból látjuk-e őket. Tehát ez a bizonyos figura viszonya az úgynevezett kanonikus helyzet, mondjuk épp az emberről, vagy egy székről, tehát szemből láthatom, mondjuk fölülről láthatom a széket, vagy egy, de a mérésben szerepelt egy olyan kép, ahol egy piros szoknyás kislány volt, csak egy piros kör, a feje, és te teljesen felső perspektívából mutatta a kislányt, meg még mellette egy almát. Tehát ez nagyon kemény feladat volt annak a gyereknek, meg mi van a képen, aki, aki ilyesmit még nem látott. Tehát, hogy ezek a beállítások, szenikus viszonyok, nézőpontok, ezek mind a commerce képnél egyszerűsítettek. Nagyon könnyű beleélni magát a gyereknek abba a térbe, és nagyon könnyű egy egyszerű mondatot formálni róla. És gondolom ugyanez van az érzelmeknek az ábrázolásával is, amikor nagyon sematikusá válik. Igen, a, ugye a, a, pszichológia hét, általában ugye hét affekciót, hétféle érz, alapérzelmet tart nyilván. Ez is egy borzasztó érdekes kutatás, ne, úgy tudom, még senki nem végezte el, hogy a mostani, tehát a mai könyv termésben, piacon az érzelem ábrázolás, ez nagyon érdekes téma szerintem, milyen is a kortás illusztrációkon. Most éppen nézem, hogy hogyan alakul a Gocsirisnél a, a az, az, érzelem ábrázás, hogy érzelem megjelenés. Meg volt az előbb meg volt? csak igen. most már új rajzot kezd. Aha, igen, most lesünk közben. Igen, itt több, több kész is, kép is készül, tehát egy Ja, igen, igen, csak én ugye nagyon arra igen, fele Persze, egyetem. Én csak tehát... arra tudok figyelni tehát a, a, a gics képeken nagyon jellemző, akkor befejezem azért a mondatot, a, a mosolygó, egyetemben mosolygó figura, aki akkor is mosolyog, hogyha éppen valami nagyon tragikus dolog történik a szöveg szerint a háttérben. Tehát nincsen meg az a, az, az összetettség, vagy az a hétféle érzelmi viszony kifejeződése a képeken, ami egy ö, ö, értékesebb, összetettebb illusztrációnál az élén és sokkal szélesebb skálán mozog. Jó, hát azt hiszem a Gicsről nagyon sokat lehetne még, de, de lépjünk tovább, azt javasolom, hogy most már tényleg a kortás gyerekkönyvekre fókuszálva egy kicsit, hogy láttok-e illusztrációs vagy könyvtárbeli trendeket, lehet-e vizuális irányokról, trendekről beszélni, különböző stílusokról, formajegyekről, stb. azt hiszem talán valami ilyesmire gondol. Hát biztos, biztosan szerintem így, így alakulgatnak trendek, emlőke valószínűleg sokkal ebben is azt hiszem, hogy sokkal okosabb dolgokat fog mondani, de én is azért úgy pár, pár dolog lehet szubjektív is. Lehet szubjektív is, igen, ezt éreztem. Tehát ami nekem eszembe jutott, hogy még egy kicsit visszacsatolva a közönség piac kiadók viszonyára, hogy, hogy nálunk ugye ez eléggé szövegcentrikus a, 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 az elvárás a közönség részéről. Tehát ö, Szerintem ez azért nehezen ö, töri át a falakat, hogy mondjuk ö, kimondottan bátor dolognak érzem az András liftes könyvét, ami, ami szerintem egy a magyar piacon újszerű ö, könyv. És, és, úgy kíváncsi is lennék például akár eladási statisztikákra, éve most ezt nem tőled várom, hanem, de tényleg, hogy mondjuk kufli és liftes viszonylatban melyik a sikerszériás, el tudom képzelni mondjuk. Ö, és, és, akkor ez, ezek izgalmas dolgok, hogy, hogy, hogy azért a, a, trendek alakulás az ilyen szempontból meg mégiscsak függ a piactól. Picture book, ez a ö, úgymond műfaj, ez nincs is igazán nálunk, mert hogy a nagyon kevés szöveg vagy szöveg nélküli könyv, a magyaroknál nem nagyon megy, ennek egy jó példája. Könyvformára gondolsz? Vagy le le nem leporáló könyv. Könyv. könyv, tehát a Picture Book, ez a nagy könyv, tényleg francia, olasz, nem tudom milyen piacokon, gyönyörű mintázatai vannak, de mondjuk a Morris Sandáknak az Ahol a vadak várnak, az talán ismerős a közönség számára, és amiből a film készült, ami 60 nem tudom hányban íródott könyv, és most adta ki a Kolibri kiadó, hát számoljuk ki, hogy ez hány év csúsz, és amíg a magyar piac bemerte ezt dobni a, a, a közönségnek, tehát azért ez izgalmas szerintem, ez a, ez, a, ez a vizsgálati, vagy, vagy egyáltalán ilyen vizsgálódási szempont. Amúgy meg szerintem vannak trendek, én azt gondolom, hogy, hogy, hogyha most csak úgy Molnár Zsáknyi jutott eszembe, aki, aki tényleg egy ilyen, nem is tudom, expresszív, kubista, mindenféle dolgot felhasznál, montás, kollázs, ehhez szegedik a ti. tehát szerintem ennek van egy nagyon erős, lassan most már ez tradíciója. Most másik nem, ezt mondjuk a montás, kollázsos, Aha. ilyen, ilyen összemosás, van nyilván egészen más az ő stílusuk, mindezt egyedien, de hogyha mondjuk ilyen, ilyen alkotói ö, módszereket, vagy technikákat nézek, akkor például szerintem van egy erős iskolája ennek ö, nálunk, vagy egyre erősebb trendje, ö, és, és aztán meg vannak, igen, igen, szerintem abszolút felfedezhetőek ilyen ilyen kialakult ki stílusok, amik, amik, iskolákat fedeznek. Tehát a, a vonalrajzos, rubikannás ö, ö, regényillusztrációk, amik, amik inkább ez a kisifjúsági ö, regények kísérőrajzai, rajzai, azok szerintem sokkal inkább kísérő rajzok, mint az ilyen mellérendelő. És ez is egy nagyon fontos, hogy szerintem ez is meghatározza alapvetően a trendeket, hogy milyen a viszonya megint csak a, a, a szerzőnek. Tehát, hogy az illusztrátor mint, mint kísérő lép fel, vagy mint együttműködő. Ugye Nagy Norbert, ő is egy elég erős trendet képvisel, Herbst László, aki meg a reklámgrafika területéről jött, és ilyen nagyon izgalmas ö, dolgokat dobál bele a, a, az illusztrációiba. Szóval szerintem elég elég jó és erős trendek vannak. Hát igen, ö, nem tudom, hogy, hogy ezek trendek-e. Most direkt elmentem egy nagy könyvesboltba, gyerekkönyvesboltba, mert hát az ember kezébe kerülnek nyilván időről időre az új kiadványok, csak kíváncsi voltam itt tömegében, hogy ez milyen képet mutat. És én azt vettem észre, hogy, hogy van egy ilyen derékad, vagy van egy, van egy ilyen nagyon erős átlag, és most az átlagot nem pejoratív értelemben mondom, mert ez egy magas színvonalú átlag, tehát van a, a illusztrált magyar képes képeskönyv, gyerekkönyv, kisgyerekeknek szóló könyv, eh, aminek van egy, egy, egy miensége. Tehát eh, tulajdonképpen ezek a könyvek meglehetősen hasonlítanak egymásra. Nyilván azért, mert ez egy olyan könyvforma, eh, és értem ez alatt a szövegkép arányt, a formátumot, a nyomdai kivitelezést, eh, ami valószínűleg kiadói igények miatt standardizálódott az idők folyamán, és ezek a egy nagyon sok könyv van, amit ha egymás mellé teszek, akkor igen, csak hasonlít egymásra. Ez, ez tulajdonképpen érthető az illusztrációkra is, amivel nem azt akarom mondani, hogy mindenki egyformán rajzol. Itt, itt, nagyon erős, sajátos stílusjegyekkel dolgozó grafikusokról van szó, de mégis van valamiféle hasonló hangulat, amiben, amiben ezek majd hasonló koncepció, amivel készülnek ezek a könyvek. És, és, akkor ebből a sok hasonlóságból kiemelkednek ilyen renitens figurák, mint például a Molnár Jacqueline, vagy a Herbst -Laci, még néhányan, akik, akik pont nem trend-szerű dolgokat csinálnak, hanem, hanem egy annyira markáns, saját, mással össze nem világot állítanak elő, ami... De hát itt most az itteni piacról volt szó szerint, tehát most igen, külföldi, persze, persze csak. A, 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 Nyilván, hogyha ezt a külföldi piac felől nézzük, akkor ez másként néz ki, de most így a, a magyar piacon is. És nyilván nem véletlen, hogy, hogy például a Molnár Jacqueline nem Budapesten él, hanem Barcelonában, tehát ő egy, egy másfajta közeg felől közelíti meg a dolgot, vagy Herbst -Lacia, hogy ahogy mondod, ő, 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 ő a, a, a reklámgrafika felől, bár ugye a rajzai azok egyáltalán nem reklámgrafikaszerűek, sőt. De hogy, hát, hogy vannak ilyen, ilyen kimagasló pontok, most kimagaslás alatt azt értem, hogy a, az, át, az átlagtól nagyon, nagyon eltérő. eltérő. Ezt, ezt láttam. Ez volt feltűnő. Rá is De csodálkoztam. Szerintem ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy, hogy úgy tűnik, hogy tényleg van egy ilyen igény, hogy, hogy hogy néz ki manapság egy gyerekkönyv mondjuk, és akkor amiket mondtál, hogy szövegképarány, megjelenés, grafikus világ, színvilág, és akkor... Ez, ez tulajdonképpen nem az egyéni stílusokat törli el, de hogy mindenki ebben valahogy, vagy sokan ebben úgy valahogy megtalálják a helyüket, és vannak a, a eltérőek, vagy az a még egyedibb ö, arculatok. Emőket te látsz trendeket, vagy stílusokat? vagy Hát akkor a kiemelkedők sorát folytatva mondjuk Dániel András is a sorba, mert ö, ö, én az ő képeink keresztül tanultam meg, vagy az oktatásban használom, hogy a kép hogyan tud önreflexív lenni, és hogyan tud a kép saját maga nyelvére reflektálva humorizálni. Tehát ez, ennek az intellektuális megoldása azért nincsen olyan nagy bőséggel. Nem tudom, a nemzetközi piacon se gondolom én, vagy nem tudom annyira, azért a feltérképezés most nagy képűség lenne mondani, de a magyar viszonylatban biztosan mondható. Aztán Niki által felsorolt szempontok vagy trendek, abszolút egyet lehet vele érteni legfeljebb, annyit tegyünk hozzá, amik a pixeles stílusát Kárpáti Tibornak, vagy Baronyai B. Andrásnak a sajátos világát, akkor lehetne azt gondolom egy szürrealista címkét találni, akkor Hát a poétikus vonalat talán még így külön egy ilyen lírikus poétikus lirikus. vonalat. Igen, tehát ezeket a címkéket így megtalálni, mert akkor én ezt most inkább címkének mondanám, tényleg nem stílusnak, nem paradigmának, nem trendnek, hanem valamiféle kirajzolódás vagy csomópont azért itt egy sűrűsödések vannak, tehát ez kétségtelen, hogy ilyenek vannak. Legfeljebb, azt érdemes még megvizsgálni, és lehet, hogy ez a háló egy kicsit másképpen alakulna, vagy valami mátrixot hozna létre, hogy azt néznénk, hogy a képi világnak a, a pusztának kép, tehát most nem a szöveggel való viszony, hanem a kép formai megoldásai tekintetében mi az, ami elmozdulás, akár érdemes lenne nézni a 60-as, 70-es évek, tehát az 50 évvel ezelőtti nagy fölfutás, grafika korszakához képest. És akkor így már, így már szerintem elég jól listázható, vagy talán részemről könnyebben listázható, hogy mi változott. Elkezdtem ezt összeirogatni, nem fogok senkit tuntatni vele, hogy hol tartok. De de mondjuk egyet-egyet kiemelve belőle, ami számomra fontos. Az egyik, hogy a gyerekillusztrációkban bőséggel használnak olyan megoldásokat ma az alkotók, amilyeneket korábban csak a felnőtteknek szóló illusztrációkban használtak egy példa, az úgynevezett extenzív képszerkezet, aminek a lényege az, hogy a kompozíciós vonalak a könyv lapján kívül záródnak össze, és ez a kívül záródás, ez, ha nem boncolgatjuk nagyon, akkor is azt érezzük, hogy ugye bevonja a mi nézői világunkat a képbe, tehát egy ilyen interaktív jelleget ad a képnek, eléggé tudattalanul vagy összönösen, de ezek a kívül záródó vonalok, ezek azért érdekes jelentéseket hordoznak a tragédia sorozatból a 15. szín János ábrázolásában ilyen, és én szerintem nagyon sok mindent elmond az extenzív szerkezete. De most ez a fajta megoldásmód ma a gyerekkönyvekben szinte általánosnak tekinthető, tehát kilóg a képkeretből a figura is már, a kompozíciós vonal megvékép. végkép, tehát az interakció, amelyet nem csak a digitális könyvek tudnak, hanem a nyomtatott könyv is, ilyen módon például megerősödött vagy vannak, ez elég jól látható, ezek a tranzitív szerkezetű képek, amikor egy test, egy ábra, valami egyébként zárt felülete rendelkező dolog, ez csak megnyílik a szemlélő számára, tehát a belsejében zajló folyamatokat is láthatjuk. Ez akár morbid is lehet, hogy egy édesanyja pocakjában a baba, a bababban mondjuk, de lehetséges, hogy egy ház belsejét látjuk, és akkor, akkor a kép ezzel az eszközrendszerrel sokkal több mindent el tud mondani, mint hogyha egy külső feletet letakarna, sokkal összetettebb lesz vizuálisan a kép, sokkal jobban megdolgoztatja a gyerek szemét, gondolatát. Mellesleg elég jól tud referálni a szövegre, amelyik szintén hozza a valós világ, a fikciós valós világ, és egy mesén belüli mese kettősségét, ezt kettős dimenziót, ezt a képevel a tranzitív szerkezetet tökéletesen visszaadja. Tehát sok ilyen, ilyen dolog van, ami tendenciózusra legalább, és én úgy látom, hogy amik az 50-es, 60-as évek egyébként nagyszerű grafikai teljesítményében nem volt ott. Ö Azért csak egy apró gondolat ez, hogy pont megint a nagy Norbi jut eszembe, hogy, hogy nála meg ugye ez az avantgárd és szürrealizmus, amit mondtál, vagy ilyen, mondhatni dadaista gesztusok mondjuk a Kohler a milyen modern kötetében, és egy ilyen egész paratextuális háló van, ami, ami például szerintem külföldi trend amúgy, vagy nem tudom, aztán lehet, hogy nincs igazam, csak mondjuk ilyen, ilyen angol tanulmányok van, olvastam ilyet, és akkor még ilyen nem nagyon volt nálunk otthon, és aztán Andrásnál van még ilyen, tehát hogy ez csak egészen másképp, mint a Norbertnél, de hogy ugye a, a milyen modernban például, meg az az érdekes, hogy ott a, a verseket nem, nem csak, hogy nem kísérik az illusztrációk, hanem a kötet egészszel foglalkoznak a, a, a képek, tehát a, a kötet egészszerre reagálnak, sőt, még, még durvább, még tovább megyek, amikor mondjuk egy milyen madárról van szó, egy nyuszi van a kötet és így tovább. Tehát, hogy olyan zicsereket engednek már meg ezek az illusztrátorok, elképesztő, hogy meg az András könyvén Rendet is... Kéne én... tenni. Ez furcsa kis lények, meg nem tudom mi, sőt, még, 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 szerintem az is nagyon fontos, és ez megint a könyvtárgyiságra visszautalva, mert éppen az András liftes könyvével, bocsánat, én ezt sokszor emlegettem, mert nekem... No. Bocsánat, ott van hátul, és egyébként oh, az akar. összes szerv... Az, nem az összes, de akiket emlegettek, tehát Herbst, László, szegedikati, Molnár, Zsáklin könyvei, csak mondom, hogy a végén majd nekik lehet rontani ott hátul. Csak annyi ehhez, hogy, hogy azt elvittük Pozsonyba, például egy ilyen magyar kétanyelvű iskolába, hogy foglalkozás keretében bemutattuk a gyerekeknek, csináltunk két ilyen szakértői órát, úgymond a végén a korona az András látogatása volt. És az volt a vicces, hogy ugye ez a könyv forgatható Mindenféle dolgot lehet vele csinálni, sőt vannak benne ilyen különös üzenetek, nyilak, áthúzva, satírozás. És akár ugye a könyv liftként is működik, most a gyerekek erre rögtön rájöttek amúgy. Tehát ők ezt a könyvtárgyiságot, a könyvnek egy ilyen ö, ö, teljes mértékben aktív használatát ö, azonnal vették. Fantasztikus, úgyhogy ezeket mind meg lehet ott hátul tapasztalni. Azóta, az nem utazol lifttel egyébként, Azt kérdezzem meg, mert az előbb itt az elhangzott. van az, az egész, igen. igen. Itt az OSK-ban nem is a lift kérdés, az egy, az egy fontos, fel, fontos kérdés, az első. kérdés. itt mondtátok, hogy, hogy vagy főleg emőke azt fejtegetted, hogy, hogy mi az, amiben új újdonságok, vagy újfajta perspektívák, nézőpontok jelennek meg a kortás illusztrációban. Még egy kicsit ezt, ezt úgy vizsgálva ezt a kérdést, hogy hogy látszanak-e vajon azok az erővonalak is, hogy mi az, amiben a kortás illusztráció kapcsolódik a, a nagy magyar hagyományhoz, tehát az 50-60-as, 70-es évek illusztrátori alakjaihoz, hagyományához, akár Vürcádám, Réber, Rejkároly, Kass János, Marék Veronika, tehát hogy, hogy ti, akik foglalkoztok ezzel, látjátok-e ezeket a kapcsolódási pontokat, vannak-e, jó, hogy vannak, tehát ezt egy kicsit járjuk körül, hogy múlt és jelen illusztráció, hogyan él meg a Réber illusztráció, vagy a Marék illusztráció mondjuk a mai, mai kortárs körülmények között. Én viszonylag kevés ilyen kapcsolódást látok. Még éppen Réber az, aki, akinek az életműve talán még legjobban hat a, a mostani grafikusok közül valakire, egy-kettőre. -egy Tehát mondjuk a Kárpáti én úgy belelátom a, a Réber-szerű de, de egyébként nagyon nagyon kevés. Valószínűleg ez majd visszajön, tehát itt lezárultak ezek a nagy életművek már a mind, azt hiszem. És, és, most egy kicsit úgy elfelejtődnek, vagy pihennek, de, de azt gondolom, hogy, hogy majd egy későbbi generáció talán, ha, ha nem tűnnek el ezek teljesen, mert az ennek is megvan a veszélye, akkor, akkor, könnyen visszatalálhatnak ezekhez a életművekhez, ezeknek az életműveknek a tanulságaihoz. De, de ki tudja, hogy így lesz-e, vagy sem azért ez egy nagyon mulékony műfaj. Hát hiába nyomnak ki egy könyvet 20-30-40-50 ezer példányban, hogy annak idején ezt megtették még a, a 80-as évekig. Amint eltűnnek a, a boltok könyves polcairól ezek a könyvek, ahogy új kiadásokban már már új grafikusok illusztrálják a, a klasszikusokat, úgy ezek az életművek jól lehet, ott vannak a a könyves az otthon, a könyvespolcokon, polcokon, sok családban, meg ott vannak ugye az antikváriumokban fölelhetők, de mégis valahogy a hatásuk, a jelenlétük az egyre jobban halványul. Úgyhogy nem tudom. Nekem érdemes igen, volna ez, talán ez, még egyetlen egy gondolat, hogy, hogy nem volna haszontalan azért ezekkel foglalkozni. Hát, két hete voltam Székesfehérváron a, a Réber László állandó kiállításán, amit nemrég nyitottak meg ismét, mert újra rendezték is egyébként lenyűgöző módon szerintem. És hát igen, tehát erre például nagyon nagy szükség lenne, hogy, hogy ilyen közönségbarát módon, a közönség számára rendkívül vonzó módon bemutassunk nagyon fontos életműveket. Teszem, ezen a réberink kívül nincsen hasonló gyűjtemény az országban nyilvános gyűjteményként. Van? Kaj, a kas, Kasnak Kass, Kass, van. Jánosnak van, igen. Igen, túl sok nincsen. Kár, mert hogy, mert hogy itt azért fantasztikus teljesítményekről volt szó. És biztos vagyok benne, hogy mondjuk Heinzel ma nem ma is, nem tudom, hatni tudna a, a mai grafikusokra, vagy nem tudom. Ti is így látjátok? Én csak egy apró gondolat ez, hogy igen, tehát ugyanezt látom körülbelül, mondjuk talán a, a Voynics Erzsébet, ugye Erzsébet? Nára érzek egy kis kapcsolódást így a 60-as évekhez, tehát én ott egyrészt a, ez a fekete-fehér e, tusos erős jelenlét, de, de tényleg mondjuk csak ő jut eszembe, illetve a Lakatos István, aki meg ez a sajdik, féle félig Karikatur. ugye a rajzfilmek, karikaturisztikus, igen, meg a Szatmári István, aki meg a tehát ők ketten nagyon érdekes a szó legjobb értelmében, tényleg nem az iskolázott vonalról jönnek, tehát nem a momét végzett, grafikus, az a generáció, akik, akiket már emlegettünk itt. Ők például e -felé kapcsolódnak, de más nekem sem nagyon jut eszembe teljesen egyetértek veletek és azt gondolom, hogy a dolognak a természetéből fakad az, hogy most éppen ez a helyzet, amiben benne vagyunk, hogy van egy szakadás vagy váltás. ha megnézzük a nagy művészettörténeti korszakokat, vagy stílus korszakokat, amelyek egymásra következnek, sosem az előzőből építkeznek, hanem mindig az azt megelőzőből legalább, vagy még egy kicsit előréből, mert különben mi az, amit meg akar haladni, hát pont az, ami előtte van, mi az, amit felül akar írni, pont azt, ami közvetlenül előtte van. Tehát ha az 50-es vagy 60-as, 70-es években induló nemzedék, már egy, egy csúcs mint hozott bizonyos értelemben, bizonyos kérdésekben, azt nincs tovább hova építeni, újat kell helyette. És ez az új építkezés, ez megtörtént. Tehát én azt gondolom, hogy a, az egyértelmű kapcsolódás a generációk között pillanatnyilag legalábbis, ami nagyon nyilvánvaló a szemnek, az tényleg nincsen meg. Nehéz lenne ezt kimutatni. Ugyanakkor pedig azt, hogy mondjuk az a folyamat, amelyet az 50-es, 60-as évek nagy illusztrátorai is megvalósítottak, hogy az tovább él, de náluk van-e az eredő, ezt azért érdemesen nem megvizsgálni. Egy példa, a, az állatoknak a képeken az antropomorfizálása, emberi esítése, emberi jellemzőkkel való fölruházása, ékesítése, konkrétan ruhával való ellátása. Ez például megkezdődött a magyar könyvkultúrában, vagy könyvillusztrációban is a korábbi nemzedéknél, és mondjuk ez tart most is de hogy az eredő itt van-e, avagy sokkal korábban, vagy egy nemzetközi vonalnál, azt azért megint érdemes boncolgatni, hiszen nagyon valószínű, hogy sokkal korábban van, legalább Beatrix Potternél, de, de mondjuk a szöveg... macskór vagy... igen, igen nekem is macskór meg a nyuszi szoknyában. Ugye? Igen, igen, igen. De érdekesen a Tücsök és a Hangya című mesénél néztem meg, hogy ugye ez már már emberiesítve vannak a figurák, és illusztráció történetileg pedig már ez az viszáció az állatoknál, az meg sok sokkal későbbi, amikor egyszer elkezd ez jelentkezni. Tehát vannak csúszások, és hogy most a, az illusztrációs hagyomány mit követett, kit követett, hova csatlakozott be, és ez folytonosság -e, vagy váltás, szakadások mentén van. Hát ez, ezekhez alaposabb kutatás kellene, tehát egyetértek Andrással, hogy ezt nagyon érdemes lenne megszondázni részleteiben is, mert, mert látványosan én is úgy gondolom, hogy nincsen meg ez a pont most kapcsolódási pont. Meg amit Niki mondott, hogy azért új generációk jönnek, akiknek nagyon más a világuk, nagyon más körülmények között élnek, tehát hogy, hogy, hogy mint igényelnék is akár, hogy a klasszikus műveket új illusztrációval lássuk el, és amit te mondtál, abból meg nekem az jött le, hogy mint a szöveg kicsit időtállóbb lennének, tehát mintha a történetek, mesék, mintha időtállóbbak lennének, és András mondtad, hogy az illusztráció meg egy avulékonyabb Műfaj, tehát hogy itt lehet, hogy nem annyira tart ki a kettőnek a esztétikuma, vagy esztétikai értéke, nem tudom, ez, ezek hát már kielentések ő, vagy fel Bízom benne, hogy nem, de lehet, hogy ez csak technika, technicizáltság és tárgyi kultúra kérdése, hogy mi öröklődik, vagy hagyományozodik könnyebben tovább, itt egy könyvtárban vagyunk, tehát, hogy papír alapon megőrződnek a dolgok, szövegek könnyebben, képek megőrzésének technikai módszere is ma már megvannak, tehát bízom benne, hogy nem. De az előbbihez csak egy, egy példanév nélkül mondom el, hogy az illusztrátorok szemlélet, vagy gondolkodása azzal kapcsolatosan, hogy a hagyományban hogyan állnak benne, vagy hogyan sem. Egy beszélgetés során kiderült, egy magyar népmesének, egy közismert mesének a nagyon jó sorozata született egyébként, és amikor beszélgetünk, megkérdeztem az illusztrátort a végén, mert összegyűjtögettem, nem tudom, 11 néhány képsorozatot ahhoz a meséhez, hogy ki volt rá hatással, vagy hogyan gondolkozik erről, és akkor ő azt mondta, hogy neki fogalma nem volt arról, hogy mit rajzoltak mások. Tehát most ezt vehetjük úgy, hogy fiatal volt az illető, nagyon fiatal. Az, hogy az originalitásra nagyon nagy szüksége van egy művésznek, nem akarja befolyásolni magát, de azért talán jobb és szimpatikusabb az, hogyha valami után vagyunk, mint előtt. Tehát ha megtekintette, és úgy gondol, és úgy teremti meg ezt az originalitást, mint, mint nélküle. Ha szabad még egy ilyen személyes, meddig személyes kiutalást tenni ott a Margó Fesztivál beszélgetésünkre, Dániel Andrásnak ugye a Nyúlformájú Kutya című könyvében. Én azt gondolom, hogy ott például ösztönösen vagy, vagy nem ösztönösen, nem tudom, az apró rajzokban a, a, az elődöknek a, a figurái, formái Elkazovsky-tól kezdve kondorig, nem merem most már nagyon félve mondani, hogy én kikre gondolok konkrétice, hogy megjelennek, de, de, de azt, hogy, hogy egy tisztelet, egy ilyenfajta főhajtás az elődök előtt, és egy nagyon jó értelmű vizuális megjelenítési módja ennek van, apró figurákban átírtan, de mégis becsempészve, nekem ez borzasztóan szimpatikus. Csak egy aprósághez is, igen, ez tök jó, amit mondtál egyrészt, de hogy szerintem az is egy nagyon nehéz feladat, hogy a kiadókban mondjuk van egy ilyen intenció, hogy jó, akkor illusztráltassuk újra a, a bizonyos klasszikus könyveket, és akkor mondjuk klasszikusnak számít -e. Akár Lázár Ervin, ebben a helyzetben, akit újra ugye a buzaival az egyiket, a, és akkor még eszemült a Tamkós a tengerecki pálya, amit meg a Banga ferével, és akkor mind a kettő egy réberhez kötődő világ, ami nekünk eszünkbe jut, az én generációmnak, aki most tegyük fel az aktuális szülőgeneráció. És kérdés, hogy hogy, 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 ez is a hagyományőrzés része kell, hogy legyen, hogy megőrizzük ezt a rébert, amire mondhatom azt, hogy mondjuk tökéletes, fantasztikus együtt, és akkor meglátom a buzait, vagy a Bangáét, az egyik nekem sokkal jobban tetszik, a másik sokkal kevésbé, tehát úgy gondolom, hogy mondjuk az egyik újraillusztrálás sikeres, a másik sikertelen. És akkor az új generáció ehhez rajtam keresztül akár, mint vásárló, mert hogy szerintem a gyerekeknél még ez is fontos, hogy nem ők a vásárlók, hanem a, a szüleik, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan kapcsolódnak. És, és tényleg, hogy, hogy. És még szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy ezekben az újraillusztrálásokban tovább éle valóban az előző, illusztrációs hagyomány hogyan kapcsolódik, itt a révészemesének szintén a tanulmányában ő a verseket nézi végig, és összehasonlítgatja mondjuk a Vörösnek vagy József Attila gyerekverseknek az illusztrációit 60-70-es évek és most na hát az egy, az egy elég izgalmas kísérlet amit ő csinál akkor úgy tűnik, hogy erre azért vannak most már irányulnak kutatások, meg, meg vizsgálódások, de akkor egy kicsit piszkáljuk tovább, András, mert most már itt jó sok mindent mondtatok vele kapcsolatban is, illetve a réber kapcsán, ugye, hogy ezek az állandósult kapcsolatok, hogy a Nikovski réber, stb., hogy mit gondoltok, hogy, hogy ugye... Most ez a könyvtárgy sok esetben úgy jelenik meg, hogy vagy állandó párok vannak, tehát mondjuk azt mondom, hogy a berg -Judit és a Kálmán Anna illusztrációk, mondjuk a Rumini kapcsán, vagy a, szintén a, a berg -Judit és az Iris párosa, vagy a Boldizsár Ildikó Szegedikati, tudnám még így mondani, illetve hogy szerencsésnek gondoljátok e vagy mit gondoltok arról, hogyha a szerző, tehát a szövegnek az előállítója és és a képnek az előállítója uh, ugyanaz a személy, tehát komplex gyerekkönyv. Ez jó, rossz, lehet jó, lehet rossz. Tehát ezt a kérdést még járjuk körül, mert hogy itt, itt úgy tűnik, hogy, hogy amiről már sokat uh, beszéltünk, hogy a szöveg van előbb, és arra épül rá a kép. Tehát, hogy ez, ez hogy van szerint? Kimegyek a kávéautomatához. Nem, hát mint szerző, te is erre nyugodtan arra miért az András ezt mutatta, amikor arról kérdeztél, hogy milyen az, amikor... Hát én, mint kritikus olvasó és ilyesmi, én nagyon örülök nyilván, hogyha, hogyha egy szerzői könyv van a kezemben, mert szerintem az az egyik legizgalmasabb. De hát azért nagyon ritka, hogy mondjuk a, 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 a szöveg és a kép hasonló minőségben van, szóval ezzel gondolom nagy újdonságot nem mondtam, és szerintem ő, tényleg ritka a, sikeres és külföldön is láthatóak egyébként ilyen erős párosok együtt, ugyanígy, és ott is ritkább az, amikor azért, tehát a Szendák az, az azért, ő is szerintem önmagában egy egyedi valaki, aki szerzői könyveket gyártott, és egy darabig ő is alárendelt illusztrátorként működött, majd bepipult erre a szerepre, mert ő már maga ura akart lenni, és akkor valóban megszülettek ezek a kevés szöveges könyvek. Erre mondjuk kíváncsi lennék András, hogy a hogy nálad ez hogy van, hogy, 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 hogy véletlen, hogy, hogy a kép felé tolódik el, egyáltalán a kép felé tolódik el, ez benned egyébként, tehát van a Kicsi bácsi Kicsinél, ahol, ahol azért több a szöveg, de mondjuk van, ahol nem, ez, ez csak egy ilyen plusz kérdés. Hogyha van erre kedved válaszolni, de, de szerintem visszatérve erre, hogy szerzőpárosok, még a Lackfi meg a Molnár Zsáknyi jut eszembe, szerintem vannak egészen sikerült ö, ö, együttműködések, és ez nagyon klassz lehet, hogyha, hogyha ilyen jól tudnak együtt dolgozni szerzők, meg illusztrátorok. Tehát én pont a, a lacféknál látom azt, hogy ez egy nagyon erős, jól, jól működő páros, a, a kövér lajos. Mm, színre lép. Nagyon szépen köszönöm az az első kötetnek a címe. Azt szerintem egy, egy nagyon jó, jó, kis könyv lett, de akár a Nagy Norbert Kollár is úgy érzem, hogy ők írtó jól dolgoznak együtt, mindannak ellenére, hogy az egyik legviccesebb történet, amit valaha hallottam, hogy ők nem is találkoztak az első könyv készítése során, csak is online, sőt leginkább a kiadón keresztül tartották a kapcsolatot, mert a kiadó annyira vigyázott arra, hogy ők ne befolyásolják egymást nem tudok ennél most jobb szót mondani az a, a, a alkotás folyamatában tényleg a szöveg, és tényleg a képlétezett abban a munkában, és tényleg ezeknek a találkozása. Azért ez, 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 ez szerintem egy, egy elég elég ö, szép, és és ha elsőre ö, autoriter kiadói megoldásnak is tűnik, én azt gondolom, hogy az alkotás szabadságát meg éppen, hogy ezzel elég jól megadták. Igen, ez egy bátor kísérletnek tűnik. Még ez a... Előtte. Mit mondjak erről? Hát azért, mégis belülről látod. Szerintem nagyon jó, hogyha jelennek ilyen könyvek. Okay. Akkor inkább válaszolok arra, amit, amit így mellékkérdésként mondtál, hogy hogy, hogy nálam ez hogy van, ez egy folyamat, -e, hogy a sok szövegtől megyek el kevés, vagy a sok szöveg kevés képtől a kevés szöveg sok képig. Ez nem, nem egy ilyen folyamat, attól függ, hogy éppen mire, mi jut eszembe, és mire készülök. Tehát a, a kicsi bácsi könyvek esetében nem képes könyvben, egy picture bookban gondolkoztam, ott a szöveg volt a domináns, és úgy illusztráltam, ahogy így klasszikus módon illusztrálnak egy, egy szöveget. Más volt a helyzet a liftes könyvnél, vagy, amit vagy, vagy a, a, alatt című könyveknél, ahol, ahol volt egy könyv egy könyv koncepció előbb, és a szöveg hogy mondjam, arra, arra a vázra lett ráhúzva de hát majd remélhetőleg lesz ez másképp is, tehát amint például most dolgozom, az, az megint inkább a, a szöveg felől közelít a, a problémához. Akkor az önillusztrálás vonatkozásában. Azt gondolom, ez nagyon-nagyon jó dolog, hogyha mindkét műfajban az alkotó elég kvalitásos, de csak akkor. Egy kis gonoszkodása. Tehát ha megnézzük most a piacon, hogy ha ön van szó, akkor hogyan mozdul el az arány, az írók és a grafikusok vonatkozásában, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokkal inkább a grafikusok gondolják úgy, hogy tudnak írni, mint az írók rajzolni. Na most a, a, az apukával anyukává lett illusztrátorok, akik nyilván napi gyakorlatban mesélnek ők, ők úgy, úgy érzik, hogy jó tolvajkodni a szomszédos média és ez, ez, nem, ez nem, mindig, nem mindig igaz, hogy, hogy jó. Tehát azért attól, hogy grafikusként valaki nagy nevet szerzett, érdemesen nem megnézni, hogy a mese is tényleg olyan -e, amilyennek lennie kell. Tehát ilyenkor, ilyenkor nem tartom szerencsésnek az önizusztrálást, de ha valaki olyan szinten műveli, mint mondjuk Kondor vagy Nagy László, vagy akiket, akik őt nagy elődnek tekintenek, Blék, de mondhatnánk Paulini Bélát, vagy vagy lesz nagy annát köszönöm szépen, akkor, akkor és mondhatjuk persze Dániel Andrást, akkor, akkor, van értelme ennek a, az önmagából építkezik képileg is, és szövegileg is. Gondol Gondor Bélának volt, én azt gondolom, nagyon fontos magától értetődő mondata, de mégis nagyon fontos mondat, hogy azt mondta, hogy mi kérdezték, hogy akkor most rajz vagy vers vagy micsoda, és akkor azt mondta, hogy hát amit nem tudok lerajzolni, azt megírom. Ennyi most még az jutott eszembe, hogy jót is mondjunk, mert olyan szépen fejezte ki ezt az enyhe negatív kritikai élt, amit kiéreztem, és úgy irigyeltem, hogy ilyen, ilyen, szépen. Tényleg, mert hogy valóban van ez a tendencia, de közben mondjuk vannak, tehát Szegedi Kati lenkája, az szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy lehet ezt jól csinálni, de egyszerű véletlen és érdekes, hogy nyilván felbuzdult azon a sikeren, meg, meg egyáltalán azon az élményen is gondolom, amit okozott az, hogy szerzői könyvet készít, és nem biztos, hogy a többi utána hasonlóan hozta ezt, a, ezt az erős ö, színvonalat, ami a lenkában ott van. De mondjuk van az Irisnek a kicsi, nagy, kicsi, hát azt szerintem mindenkinek nagyon ajánlom, az is, is szerzői könyv, és szerintem szuper jó. És az is izgalmas benne nekem, hogy a... Ahogy szólnak az illusztrátorok, és ez már tényleg csak egy ilyen, lehetne provokatív kijelentés, de inkább azt mondanám, hogy teljes mértékben szubjektív észrevétel, hogy én nagyon szeretem a minimalizmust, és ha azok a szerzői könyvek, amiket sikerültnek tartok, abban nagyon erős ez a minimalista szövegmodell és kép és szöveg viszonyában ez gyakran úgy gondolom, hogy az ilyen picture book felé vezető úton erő, igen szerencsés, és, és ahol sikerültek, akár magyar alkotóknál is, az, 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 az nagyon, nagyon erős könyveket hozott létre. Niki megint megelőzte a záró kérdésemet, de semmi gond, mert úgyis is a szemettől függetlenül, még, még sok mindenre kitérhetnénk. Az, azt gondolom, hogy talán a közönség sejti, vagy érezheti, hogy mennyi irányba lehetne még itt tovább mélyülni. De hogy próbáljuk kicsit olyan összefogni az eddigieket, hogy ez most egy szubjektív véleményt, vagy, vagy választ is gondolok, hogy szerintetek, nagyon tömören, hogyan fogalmaznátok meg magatok számára, hogy milyen az ideális illusztráció? Ideális illusztráció? Nem tudom, van. <laughs> nem tudom, én csak csinálom, én nem nem értek hozzá. Ez egy elkerülő, <laughs> elkerülő ideális hát, a, talán, válasz. Talán ö, valamelyik nap kellett válaszolnom ugyanerre a kérdésre. Úgyhogy egy kicsit gondolkoztam rajta. <kül> Szerintem az a jó illusztráció, amelyik, hogy mondjam, nem, nem szigorúan véve illusztrál, vagy leköveti a szöveget. Tehát az, az, az nem jó, amikor az illusztráció még egyszer elmondja azt, ami, ami ott már egyszer megtörtént, mármint a szövegben. Hanem, hanem amikor tovább gondolja a, a, a szöveget, amikor kapukat nyit a szövegbe, vagy, vagy, vagy belevilágít a szöveg olyan, olyan, nem tudom, mélyedéseibe, vagy rejtett részeibe, amit, ami, amit esetleg csak az illusztrátor vesz észre, tehát ad egy sajátos olvasatot. Akár, akár túl is, tehát úgy értem a túrajzolást, hogy, hogy hogy olyat mutat meg, ami a szövegben nincsen, és, és akár olyat meg nem, ami a szövegben benne van, mert hogy az minek. Tehát, hogy hogy kiáratokat nyit a szövegből. Talán ilyesmi. Az első válaszom lopott lesz, a második meg blasfémikus kísérde vállalom. A, a Csodaceruzának nemrégiben jelent meg egy száma, amelyben körkérdéseket intézett illusztrátorokhoz. Én úgy emlékszem, hogy Herbstrászó válaszolta azt, hogy az a jó illusztráció, amelyik tetszik a gyereknek, a felnőttnek, a kiadónak, az írónak és a kritikusnak egyaránt. Abszolút. Hát igen, ennyi. Igen, ennyi. És a szerző, igen, meg esetleg önmagának is végül. Én magam részéről pedig, hogy milyen illusztráció, amikre ránézek, és azt mondom, hogy hú. És akkor miután az analízist elvégeztem, akkor is azt mondom, hogy hú. Én, Én szeretem, ha van benne valami trúváj. Na, tehát <laughs> tényleg, ahogy az András mondta, hogy, hogy, hogy egyszerűen engem biztos, hogy nem elégít ki az, ami szimplán leképezi vagy kíséri a szöveget. Nagyon szeretem, hogyha akár eltér, egy egészen más világot nyit meg. Az is azt gondolom, hogy egy értelmezés egyébként, tehát én, én nem hiszem, hogy a, az illusztráció amúgy mindannak ellenére, hogy most mellérendelő sem, stb. stb. ne értelmezni a szöveget, ha előbb készült a szöveg, egyszerre készült, te, az ugye egy érdekes dolog lehet, olyat még nem láttam, mert mint hogy egy szerzői könyvről beszélünk, és akkor fordítva ö, szintén, az is nagyon izgalmas, hogyha, hogyha a képet értelmezi a szöveg, mert hogy ez, ez, szerintem mind annak ellenére, hogyha nem is látjuk mi a kapcsolódásokat, azért könnyen lehet, hogy, hogy, hogy benne van. Vagy egyáltalán mondjuk a világ értelmezéséhez hozzátesz nekem még talán ez az, ami, 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 egy, egy illusztrációnak alapfeltétele lehet, mármint egy jónak. Igen, hát úgy tűnik, hogy azért az, hogy párbeszédbe kerüljön ez a három dolog egymással, a szöveg, a kép és a befogadó, és ott valami, valami történjen, és elmozduljon a szimpla ismétléstől, vagy mellérendeléstől, az mind a hármótok válaszából kiderült, vagy, vagy kijött. Nem tudom, Niki még van kedved megkeresni esetleg az Irisről sz, szóló részt, és hát közben pedig a kedves közönség láthatta, hogy itt Agócs Iris nem tétlenkedett. Azt hiszem, ide már csak egy kiadó kell, mert igen, közben elkészült igen, egy most könyv, Most rögtön, rögtön kiadjuk a. a a készült képeket. Most oda megyek. Ja, jó, hogyha jö. egy grafikusnak muszáj ott ülni egy helyben, ilyen sok hely. Igen, legközelebb te is elkészítheted. Tehát most megközelítem Iriszt, amíg Niki megtalálja azt a részletet. van akkor, akkor, akkor át is adom a szót. Tehát, hogy, hogy ugye helyezzük a kontextusba, hogy egy ilyen illusztráció-történeti áttekintésben írja, Révészemese egy tanulmánykötetben egy elira kísérő illusztrációt, történeti áttekintést végez, és akkor azt írja az. Iris, amikor a Varó Dánielnek a nem nem, hanem illusztrálta. Azért is hoztam ezt, mert arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy ezt olvasta -e az Iris, de olyan vicces lehet az illusztrátornak, amikor ilyen tudálékos, tanulmányszerű szövegeket hallhat magáról. A verbális és vizuális elemek együttműködése abban az esetben a legszorosabb, amikor a kettő tipográfiailag egységes ötvözet. Ez a koexistens szintézis jellemzi Agócs Iris Varó Dániel nem nem, hanem című kötetéhez készült Rajzait. A versorok belső dinamikáját játékos tipográfiai elemek erősítik fel, a versek nyelvi fordulataihoz nem, nem, hanem a könyvlapozásának mozgásos élménye társul, hiszen az új strófák poénos fordulatai, némi rejtét és várakozást megelőzően mindig az új lappáron tárulnak fel, ezáltal a vers fordulatai a könyvtár lineáris struktúrájából következő mozgásból pontakoznak ki. Hát íme. Ez nagyon tudományos volt. Köszönjük szépen Irisnek van min gondolkoznia. És hát az Jó, hogy utólag mert nem mert volna rajzolni. Hogyha igen, egyébként, bocsánat, az is érdekelne, hogy én az Irisnek beszűrődtek a beszélgetés foszlányai is. És... Igen. igen. Tehát ugye most azért ritkán van ilyen alkalom, hogy, az hogy illusztráció, az illusztrátor jelen van, és, és élőben készül, és meg is ragadnám az alkalmat, hogy megkérdezzem Iriszt, hogy, hogy, hogyan kezd neki általában egy munkának. Tehát, hogy ha van egy elsődleges szöveg, ez az alapállás, hogy akkor mi inspirál téged, hogy indul el a munka, fejben, kézben, stb. Hát, fejben, fejben indul. De te, ahogy olvasom a szöveget, van egy elképzelésem a képről, és akkor igazából már csak az a kihívás, hogy ami megjelent a fejemben, azt valahogy visszaadjon papíron ennyi nagyjából. <tosz> Tehát valami megjelenik a fejedbe, és ezt így ne, ne firtassuk, és akkor ezt megpróbálod ö, ö, meg, megjeleníteni. Általában milyen dolgok inspirálnak? Tehát mi az, amire úgy a, a fejedben megjelennek jól a dolgok? Vagy, vagy mit figyeltél meg, milyen jellegű szövegekhez, vagy milyen jellegű történetekhez vonzódsz? Minden inspirál először is, tehát hogy én szeretek nagyon gyorsan végigmenni, például a kiállításokon, mert azt gondolom, hogy majd bemegy, és akkor majd álmodom vele, és akkor visszajön. De szövegszinten én a verseket azokat nagyon szeretem, mert szeretek sokat gyorsan csinálni, egy hosszabb szövegnél így. Nem azt mondom, hogy elkezdek unatkozni, de, de igazából igen. És a technika, mert hát ugye az sem teljesen szokványos, hogy valaki nem, hogy élőben illusztrál nekünk, és nem is ceruzával, nem is egy, egy tűfilccel, hanem akvarell ez tél itt, Ez gyakori technikád, vagy ez hogy alakul nálad, hogy mivel dolgozol? Illetve most van egy, én tudom, hogy hoztál egy érdekességet, és akkor ezt kérlek mondd el a közönségnek. Nem tudom, valahogy az akvarán maradt, meg nagyon sok mindent kipróbáltam. Talán ez a leggyorsabb technika, de ugye itt is kiderült, hogy nem elég gyors, tehát muszáj párhuzamosan több otthon akvarátömbökön, itt azért bepöldültek a lapok, mert hogy ha benne vagyok, akkor szeretem csinálni, és akkor kicsit bosszant, hogy itt várakozni kell, még egy víz megszárad és tényleg még soha nem festettem így kamerák előtt, de az az alkalom, ez jó volt arra, hogy hozzányúlhassak az akarál készlethez, amit Tandori Dezsőtől kaptam egy közös munka után, és tényleg itt van a, a medve nagymesternek titulád, és eddig nem mertem hozzányúlni, mert azt gondoltam, hogy szent ez a tárgy, de azt gondoltam, hogy akkor most itt felavatom, úgyhogy teljesen friss számomra ideján színekkel kellett dolgoznom. Ez nagyon megtisztelő és megható ránk nézve, hogy ez a készletpont pont itt avatódott fel. Egyébként a tandori medvés verseihez készített illusztrációk, illetve hát a kötet is látható hátul. És van még egy olyan örömhírünk, bár nagyon nehéz igazságosnak lenni, hogy Iris készített nekünk azt mondja, hat darab illusztrációt, és hát itt azt mondta, hogy tulajdonképpen ezt így ajándékba itt hagyná a közönségnek, és én meg úgy érzem ezt korrektnek, vagy hogy mondjam, ajándékjellegűnek, hogyha itt a jelenlévők között tudnánk szétosztani ezeket. Úgyhogy ö, aki idejön és íriszel, aláíratja, vagy beszélget vele erről, vagy elkéri, akkor, akkor jöjjenek, akik, akik, bátrak. Nehéz ilyenkor igazságosnak lenni, hiszen mindenki ki ne vágyna egy ilyen illusztrációra. Talán még majd később is lesz rá alkalmunk, hanem is íris, hanem más ö, szerző tollából és grafikáiból, és akkor végezetül megköszönném a jelenlétüket, ha van kedvük, nézzék meg még a minitárlatot, vegyék kézbe a könyveket, akár azok alapján, a szempontok, észrevételek, meglátások alapján, amit a beszélgető társaim mondtak, szerintem rengeteg izgalmas dolgot felvetettek, és ezt most lehet ellenőrizni, vagy lehet vizsgálni a a magyar könyvillusztrációkban. Annyit mondanék még a tárlathoz, hogy ez nyilván az én felszínes felületi válogatásom, és kifejezetten a szövegkép megvalósulását vagy megvalósulásai láthatóak benne, könyvek, tehát nem maradt már kapacitás, illetve azt gondoltam, hogy már nagyon-nagyon messze vezetne, ha leporáló is lenne, böngészők, illetve a felnőtt könyvek illusztrációja, tehát próbáltam le kerekíteni a történetet, így is a bőség zavarával küzdöttem, úgyhogy ezt tekinthetik meg ott hátul. Akkor még egyszer a vers, tehát szörny szomszéd. Szörny van a szomszéd szobában, minden éjjel hallom, ahogy hördül, ahogy mordul, kaparász az ajtón. Nagy szerint nem szörny az, csak böbenéni horkol, ő nappal is mindig morcos, mindenért letorkol. Nagy ezt csak azért mondja nekem, hogy ne féljek, de titokban ő is rettek, hogy úgy indul az éjnek. Minden villanyt leolt, nem mer pisilni sem menni, hadd higgye a szörnyetek, hogy nincs is itthon senki. Böbenéni a szörny anyja babuszgatja lágyan, amíg a szörny lassan hízik a szomszéd szobában. Zseniális, köszönjük szépen! És... Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Várjuk Önöket szeptember 27-én a következő könyvtárlat extrára, ahol Gotthár Péter részleg című filméről, illetve Bodor Ádám sinistra körzet című regényéről lesz szó. Köszönjük, hogy itt voltak.